A Pinka tipikus hegyi vízfolyás, az osztrák-magyar határ mentén 4 ponton lép be hazánk területére. Vízhozama stabil, olyan tiszta vizet kedvelő halfajok is megtalálhatók benne, mint a pisztráng vagy a paduc. Árvízkor más arcát mutatja, a hatalmas víztömeg gyakran okoz völgyi elöntéseket. Korábban mindkét ország végzett beavatkozásokat a patakon, például hallépcsők épültek. A mostani program célja, hogy ne külön-külön, hanem közös elvek alapján kezeljék a Pinka vízkészletét. 12 felszíni vízrajzi állomás létesül radaros vízszintmérővel, 10 helyen jelölnek ki vízminőség monitoring pontot, és 33 felszín alatti talajvízszintmérőhely épül ki. Ezek nagy része már megvalósult Vaskeresztesen, Pornóapátiban, Szentpéterfán és Horvátlövön. Az adatok birtokában megfelelően szabályozhatják például a Pinka 7 vízerőművének működését és a vízkivételt. Ha valakik akár mezőgazdasági, akár egyéb célból mondjuk a Pinka vízkészletét szeretnék hasznosítani, akkor meg tudjuk határozni, hogy mi az a vízmennyiség, amit kisvizes időszakban is kiszabad venni a Pinkából, hogy ne használjuk túl a vízkészleteket, ne legyen ennek káros következménye. A program révén biztosítani tudják, hogy mindig rendelkezésre álljon a megfelelő vízmennyiség, például a hallépcsők működéséhez. A vízminőségi adatok pedig megmutatják, hol vannak beavatkozást igénylő eltérések. Elkészül a projekt keretében egy közös vízkészletgazdálkodási terv, ami meghatározza, hogy a Pinka vízkészletével egységesen a két ország területén azonos elvek szerint fogunk gazdálkodni, illetve elkészül egy hidrodinamikai és vízminőségi modell, ami gyakorlatilag valós időben megmutatja, hogy a Pinkán adott helyen, adott időpillanatban milyen vízhozam és milyen vízminőségi állapot van. Az Aqua Pinka programot a Szombathelyi Központtal működő Nyugat-Dunántúli Vízügyi Igazgatóság és osztrák partnerei valósítják meg idén januártól 2022. szeptemberéig.